Szigorodott a törvény, súlyos veszélyeztetésnek minősül, ha a szülő megtagadja a védőnővel, házi orvossal való együttműködést. Lakossági adócsökkenés. Januártól kevesebb adót kell fizetni az internetszolgáltatásért, az éttermi étkezésért, továbbá adómentessé váltak az óvodai és bölcsődei szolgáltatások. Nőtt az eladás, az éves autópálya matricák száma több mint 18, a megyei matricák száma pedig csaknem 16%-kal emelkedett tavaly. Súlyos veszélyeztetésnek minősül, ha a szülő megtagadja a védőnővel, házi orvossal való együttműködést. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! Ez a január 1-től életbe lépett gyermekvédelmi törvény leghangsúlyosabb változása. A jogszabály emellett egyértelművé teszi azt is, hogy kinek mi a feladata, ha veszélybe kerül egy gyermek. Végig tudod húzni nekem a kezedet, hogy hol látod benne a zöldet? Na, hol van? Mi? Ott van a zöld. Meg hol van még benne? És még mennyi zöld van benne? Nem mutatod nekem? Egy, kettő, nagyon jó. Fantasztikus. A 3 éves kislány egészséges fejlődését ellenőrzik ezekkel a vizsgálatokkal. Meghatározott időközönként találkozik a gyerekkel a védőnő. A januártól életbe lépő gyermekvédelmi törvény egyik leghangsúlyosabb változása az, hogy a gyermekorvosi kötelező vizsgálatok mellett a szülőnek a védőnői szűrővizsgálatokra, úgynevezett státuszvizsgálatokra is el kell vinniük a gyermekeiket. Szankcionálják azokat, akik megtagadják a védőnőkkel való együttműködést. Nagyon örülünk a törvény változásának, mert ez lehetővé teszi a mi munkánknak a biztosítását is, mert sajnos tapasztaljuk azt, hogy nagyon sok szülő a státuszvizsgálatot nem veszi komolyan, tehát nem hozzák be a gyereket, úgy gondolják, hogy erre nincs szabadságuk, vagy nincs idejük erre. Viszont a státuszvizsgálatokkal azt érjük el, hogy a gyermek fejlődését folyamatosan figyelemmel tudjuk követni, és ezáltal az esetleges problémákat hamarabb ki tudjuk szűrni, és a tovább is megtörténhet. A szakember hozzátette, nem csak egészségügyi szempontból fontosak ezek a találkozások, hiszen a védőnők megismerik a család szociális-mentális állapotát is, ha családot látogatnak, ezért a szülőknek otthon is kötelező lesz fogadni őket. Nyíregyházán ebben a körzetben évente 20 olyan eset is akad, ahol a családsegítőket vagy a gyermekvédelmet be kell vonni egy-egy problémás helyzet megoldásába, mondta el a védőnő. A szakma úgy véli, a védőnőkön keresztül erősödhet a jelzőrendszer is, és a beavatkozások eszköz rendszere is bővült a törvényi változtatással. Megvan annak a lehetősége, hogy a gyámhatóság is rögtön olyan, ahogy az előbb is említettem, hatósági kényszert alkalmazzon, illetve rögtön tovább lépjünk. Nyilván ezzel nem az a cél, és ugye a szülőknek az együttműködése a hangsúlyos, nem az a cél, hogy egyből kiemeljük a gyereket a családból, hanem sokkal inkább ennek az együttműködésnek, ha mondhatom így, kikényszerítése, hiszen az a hosszú távú cél, hogy a gyermek a családjában kapja meg mindazt a támogatást és lehetőséget, ami az ő fejlődéséhez szükséges. A szakemberek szerint eddig is a család védőnőktől, családsegítőktől való elzárkózása miatt voltak képtelenek kiemelni a családból a bántalmazott gyereket. A törvény alkalmazása ezen változtathat a jövőben. A baromfi hús, a tojás és a friss tej mellett más a lakosságot érintő szolgáltatás áfa tartalma csökken. Januártól kevesebb adót kell fizetni az internet szolgáltatásért, az éttermi étkezésért, továbbá adómentessé váltak az óvodai és bölcsődei szolgáltatások, és kedvezményt kaptak az első házasok is. Január 1-től 27%-ról 18%-ra csökkent az internet szolgáltatást terhelő adó Magyarországon. Ettől az időponttól az előfizetők havonta átlagosan 8-9%-kal kisebb díjat fizetnek. Az áfa csökkentés csak az internet szolgáltatásra és a mobil internet előfizetésekre érvényes. A TV és telefon előfizetési havidíjak, valamint az ezt kiegészítő szolgáltatások adótartalma nem változik. A csökkentés a lakosságnak kedvező, a szolgáltatói árversenyt azonban nem az áfa mértéke, hanem az egyéb adók nagysága határozza meg. A piaci árak alakulását elsősorban a verseny határozza meg. Magyarországon 20 éve versenypiacon van az internet szolgáltatás. Az, hogy az áfa most csökkenni fog, ez bár valamilyen mérsékli a
végfelhasználói díjakat, de ennek csak az adótartalma miatt. A piaci verseny teljesen független, amit befolyásolja a piacot adó szempontjából, az elsősorban a közműadó, a frekvenciákért fizetett díjak és a távközlési különadó. Az áfa csökkentés érinti a vendéglátói szektort is. A szabályozás értelmében 18%-ra mérséklődött az éttermi étel és a helyben készített, nem alkoholtartalmú italforgalomra kirótt adó. Adómentes lett a bölcsődei mellett az óvodai szolgáltatás, óvodai ellátás is. Ennek értelmében, ha a szülő kisgyermeke bölcsődei vagy óvodai ellátásáért fizetendő díjról odaadja a munkáltató nevére szóló számlát a munkáltatójának, akkor a vállalkozás által megtérített összeg teljesen köztehermentes. A kormány emellett kedvez az első házasoknak is. A nekik járó havi 5000 forintos kedvezmény a családi kedvezménnyel együtt már az adóelőlegből is igénybe vehető. A módosítás visszamenőleges hatályú. Az új szabály nem csak idén, hanem már a 2014. december 31-ét követően megkötött frigyek esetében is alkalmazható. Hetente kétszer is változhat majd a cigaretta ára, ez a benzinhez hasonlóan a jövedéki szabályok változása miatt lesz így. Január 1-től már nem a zárjegyen tüntetik fel az árakat, hanem a NAV honlapján lehet majd elérni azokat. A módosítás január 1-én lépett életbe, de áprilisig tart a türelmi idő, így addig lehet olyan terméket vásárolni, amelyre még ráírták az árat is. A továbbiakban a fogyasztói áron túl a kiszerelés és az adómérték kódja sem kerül majd rá a dobozokra. Az árak minden hétfőn és pénteken változhatnak áprilistól. Ennek célja, hogy 2018. január 1-ére az uniós normákhoz igazítsák a dohánytermékek adómértékét Magyarországon. Ennek eléréséért háromszor változtatnak a hazai szabályozáson, utoljára 2017. július 1-én. Az éves autópálya matricák száma több mint 18, a megyei matricák száma pedig csaknem 16%-kal nőtt 2016-ban. Az idei évre érvényesek a várakozáson felül fogynak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Országosan december 8-a óta lehet elővásárlással hozzájuk jutni. Az év végén már közel 76 ezer darab megyei matricát értékesítettek. Megyénkben az idei évi vásárlásokkal együtt eddig összesen több mint 600 darabot adtak el. Ezen az autópálya szakaszon is ugyanannyiért utazhatnak az autósok az idei évben is, mint tavaly, hiszen sem a díjak, sem a kategóriák nem változtak. A tavalyi évben az állam éves autópálya matrica bevétele elérte a 64,1 milliárd forintot. 2016-ban a majdnem 13 millió autópálya matricából másfél milliónál is több megyei matrica fogyott. Pest megye vezet 900 ezer matricával, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közel 20 ezerrel a tizedik helyen áll az értékesítésben. A szolgáltató 2017-ben is hasonló eredményekre számít. Az idei eredményeket kétféleképpen tudjuk vizsgálni. 2016. december 8-a óta van lehetőség arra, hogy elővásárlásban is megvásárlásra kerüljenek a 2017-es matricák, és várakozáson felül jól teljesítettek a vásárlók, ugyanis több mint 76 ezer darabot sikerült ebből értékesítenünk. Az elővásárlás során Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 400 darab éves megyei matricát vásárolt az utazóközönség. Viszont azt látjuk, hogy 2017-es év elején az első néhány napban nem tört meg a matrica vásárlási lendület. Jóval többet adunk el ezekből a matricákból, mint az előző években bármikor is. Szabolcs-Szatmár megyében a megyei matricák száma már meghaladta 600 darabot. Az autósok a legtöbb büntetést nem a matrica hiánya, hanem a rosszul megvásárolt engedélyek miatt kapják. A szolgáltató ezért arra figyelmeztet, hogy vásárláskor mindenképpen ellenőrizzük a rendszámot, a felségjelet, az érvényességi időt és a díjkategóriát, ugyanis a legtöbb esetben a pótdíjazottak ezek valamelyikét tévesztik el. Baleset történt Nyíregyházán a Kállói úton ma délelőtt. Egy személygépkocsi előzés után megcsúszott, keresztbe fordult az úttesten, és egy szemből érkező haszonjárműnek csapódott. A balesetben az okozó gépjármű vezetője 8 napon túlgyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett, őt a mentők kórházba szállították. A helyszínelés ideje alatt másfél órán keresztül váltakozva engedték a főútvonal forgalmát, mindkét autóban jelentős az anyagi kár. Ráfutásos baleset történt a 41-es számú főúton tegnap este Bakta-Lorántháza külterületén. A vétlen autó, amelyből két szemét szállítottak kórházba, árokba sodródott. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
A szilveszterkor fel nem használt hármas osztályba tartozó pirotechnikai eszközöket csütörtök éjfélig kötelező visszavinni az eladóhoz. A tűzijátékok, rakéták engedély nélküli felhasználására január 1-én 6 óráig volt lehetőség. A vissza nem vitt pirotechnikai eszközök birtoklása szabálysértésnek minősül. Tartásukért akár 150 ezer forintos büntetést is kiszabhatnak. A 2015-ös látogató számhoz képest több mint 50 ezerrel többen, mintegy 480 ezeren keresték fel tavaly a Nyíregyházi állatparkot. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. 22 játékossal elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Nyíregyháza Spartacus. Új futballista egyelőre nincs a keretben. A csapat hétfőn törökországi edzőtáborba utazik, a szurkolók pedig január 21-én a Kazincbarcika elleni edzőmeccsen láthatják először hazai környezetben Weber György együttesét. Két hónapja készülnek a nyíregyházi dobóatléták, akik Kerekes László irányításával gyűjtik az erőt a 2017-es év versenyeire. Idén Londonban világbajnokságot, Taipeiben pedig univerziádét rendeznek. Szikszai Róbert reményei szerint ott lesz majd mindkét viadalon. A 2015-ös látogató számhoz képest több mint 50 ezerrel többen, mintegy 480 ezeren keresték fel tavaly a fennállásának 20 éves jubileumát ünneplő Nyíregyházi állatparkot. A Sóstó gyógyfürdői látványosságban idén 175 állat született. A legnagyobb érdeklődés az itt világra jött fehér oroszlánt, a kis panda ikerpárt és a Németországból érkezett jeges medvét kísérte. Fite, a két éves hím jegesmedve ismerkedik az új 300 négyzetméteres medencéből és légkondicionált barlangból álló kifutójával tavaly télen az állatparkban. A rostokból érkezett hím állat jól érzi magát az állatkertben, hasonlóan a többi 2016-ban érkezett állathoz, így például a perzsapárduchoz, a tigriszcápához, vagy a már itt született szerecsenmakikhoz, antilopokhoz és teknősökhöz. A park idei legnagyobb beruházása az Andok kalandok átadása volt. A Sóstó projekt részeként csaknem 400 millió forintos állami forrásból felépített 6 kifutón mutatják be az állatokat. Az itt kialakított Inka templomban az Andok egykori indián őslakosainak kultúrájával ismerkedhetnek meg a látogatók. Óriási látogató létszámmal büszkélkedhetünk idén, hiszen 480 ezer látogató érkezett hozzánk, nem hiába, hiszen aki eljött már egyszer, az megszokta, hogy minden évben újdonságokat adunk át, így történt ebben a múlt eszendőben is, hiszen tavasszal láthattuk az Andok kalandok nevű különleges bemutató rendszert, ahol egy függőhídon keresztül lehet megcsodálni Dél-Amerika élővilágát, jaguárokat, vikunyákat, alpakákat, kapibarákat és tapírokat is. A látogatók egyik kedvence a veszélyeztetett állatnak számító vörös macskamedvei kerpár volt. A fogságban nehezen szaporodó kispanda tenyészpár két éve él együtt a parkban, a család pedig két kölyökkel bővült. A legnagyobb érdeklődés a már Nyíregyházán született, a látogatók által Kókusz névre keresztelt fehér oroszlán kölyök születését és fejlődését kísérte. Az elmúlt esztendőben 175 bébi látott napvilágot, és a legnagyobb sikere a kis fehér oroszlánnak volt, aki augusztusban született 2016-ban. Olyan óriási volt az érdeklődés az irányába, hogy folyamatosan be kellett számolni az ő mindennapjairól. A kicsit elején az anyja nevelte, aztán sajnos az anyjának 3 hetes korában elapadt a teje, és egy gondozó vette át a pótmama szerepét, és onnantól kezdve pedig a Victoria háza mutattuk be a nagy közönségnek. 11 hetes korában barát is érkezett hozzá, és mindezt a látogatók is láthatták a közönségi felületeinken. Az ígéretek szerint 2017-ben is több újdonsággal találkozhat a közönség a Nyíregyházi Állatparkban. Számos állat érkezik, és a tervek szerint elkészül a park új látogatóközpontja is. Huszonkét játékossal elkezdte a felkészülést a tavaszi szezonra a Nyíregyháza Spartacus. Új futballista egyelőre nincs a keretben. A csapat hétfőn törökországi edzőtáborba utazik, a szurkolók pedig január 21-én a Kazincbarcika elleni edzőmeccsen láthatják először hazai környezetben Weber György együttesét.
Inkább sífutásra, mint labdarúgásra alkalmas időben tartotta az év első edzését Weber György a Városi Stadion műfüves pályáján. A délelőtti tréning előtt 22 játékos ültetett szerelést. Már nem volt ott a keretben Pölöskei Péter, Heffler Norbert, Barna Szabolcs és Ács Ádám, akik távozása elé nem gördít akadályt a klub vezetése. A vezetőedző szerint az ideálisnak messze nem mondható körülmények ellenére el tudták végezni a tervezett munkát. Nagyon vártam személy szerint, hogy elkezdjük a munkát. Hát ez egy kicsit úgy tűnik, hogy keresztül húzta a számításainkat, de mégsem, mert a tervezett mai penzumot abszolút elvégeztük. Hát még nehezebb is így ilyen körülmények között. Hát bízom benne, hogy azért ebben a hát két napban, ami még van az indulás előtt, és négy edzés, azt azért nem térdigérő hóban kell elvégezzük. De hát szabadtéri sportág ez van, pontosan ezért nagyszerű feltételeket biztosított a tulajdonos úr ezzel a kétszeri edzőtáborra, szóval ilyenkor derül ki, hogy ez mennyire nagyszerű dolog, de hát nagyon jó volt elkezdeni a felkészülést. Harsányi Zoli kivételével mindenki teljes értékű munkát végzett, úgyhogy ez is egy nagyon pozitív dolog, hogy gyakorlatilag a teljes keret elkezdte a munkát, és ez nagyon fontos, hogy egyforma állapotban legyünk majd a februári rajtra. Az október elején sérülést szenvedett Rudolf Gergely az elmúlt heteket rehabilitációs munkával töltötte, az év első edzésén pedig már ott volt a társai között a támadó. Nagyon örülök neki, hogy végre elkezdtem a csapattal együtt edzeni. Nagyon rossz ez időszak, amikor az ember így kívülről csak szemlélő, és nem tud a csapattal edzeni, nagyon hiányzott már. Úgyhogy még óvatosan kezdjük, és fokozatosan épülök be a csapatba, mármint a játékba. Amúgy mindent csinálok, és hát a lábom az hál' Istennek rendben van, úgyhogy bízom abban, hogy egy jó felkészülés után egy jó tavaszunk lesz. Új labdarúgó nem volt a nyíregyháziak között, de elképzelhető, hogy a tavaszi rajtig még bővül a játékos keret. Volt 3-4 név, akiket esetleg szerettünk volna igazolni. Úgy néz ki, hogy ebből 2-3 biztos, hogy nem. Egy tárgyalás folyamatban van, én remélem az majd azért realizálódik. Holnap még fog érkezni egy harmadik kapus, tehát mindenféleképp 3 kapussal képzeljük el a tavaszt. De jelen pillanatban is, ha így marad a keret, minden posztra van 2 játékos, tehát gyakorlatilag versenyhelyzet is van. Ha sérülés, eltiltás van, akkor is tudjuk pótolni. Fiatalok is megvannak. Attól függetlenül középcsatárposztra szeretnénk igazolni, folynak a tárgyalások. A csapat hétfőn Törökországba utazik, ahol egy héten keresztül az erőt gyűjtik majd a játékosok. A hazautazást követően az első edzőmeccsét január 21-én hazai pályán a Kazincbarcika ellen játssza a Spari, majd Mezőkövesden, aztán ismét hazai környezetben a Hajdúböszörmény ellen játszanak Rudolfék. A második, februári törökországi túra programjában 4 felkészülési mérkőzés szerepel. Az első tavaszi bajnoki meccsen február 26-án Zalaegerszegen lép pályára Nyíregyháza Spartakus. Két hónapja készülnek a nyíregyházi dobóatléták, akik Kerekes László irányításával gyűjtik az erőt a 2017-es év versenyeire. Idén Londonban világbajnokságot, Tajpejben pedig univerziádét rendeznek. Szikszai Róbert reményei szerint ott lesz majd mindkét viadalon. A téli időszak nem a legkedveltebb az atléták körében, ugyanis a december és a január az erőgyűjtésről szól. A nyíregyházi dobók az elmúlt szezont követő pihenő után november elején kezdték el a felkészülést. Az NVSC Tiszavasvári úti edzőtermében jónak mondható körülmények között tartja a tréningeket Kerekes László, akinek 4 tanítványa is korszakváltáshoz érkezett. Kerekes Dóra, Kerekes László, Káplár János és Szikszai Róbert eddig ugyanis az utánpótlás korúak között versenyzett, az idei évtől viszont a felnőttek között kell majd helytállniuk. Az edző szerint időre van szükség ahhoz, hogy tanítványai beleerősödjenek a felnőtt mezőnybe. Itt dől el, hogy kiből lesz majd felnőtt versenyző, tehát az utánpadlós korig azért, hogy is mondjam, tehát lehet eredményeket elérni, aztán sokkal nehezebb lesz, hogy hiszen itt összesűrűsödik már a mezőny, ezért most egy pár évig azt kell elérnünk, hogy utolérjük a felnőtt mezőnyt, és beleerősödjünk ebbe a korosztályba. Lesz ugye egy felnőtt világbajnokság, ami nem igazából az a fő cél, az univerziádé a fő cél, ami Kínában lesz, erre próbálunk összpontosítani, és hogyha nagyon jól sikerül a felkészülés, esetleg a felnőtt világbajnokságra kijutni. A junior Európa-bajnok, U23-as Európa-bajnoki bronzérmes diszkoszvető Szikszai Róbert már 2 felnőtt kontinens viadalon is dobókörbe léphetett. A londoni világbajnokság kvalifikációs szintje 65 méter, amit szeretne elérni a nyíregyházi atléta.
Mindenféleképpen szeretnék sok versenyen részt venni, nemzetközi szinten, és a 65 métert megdobni. Ez a 60 méter tavaly már beállt, most ezt szeretnénk egy 61-62 méterre bestabilizálni, és akkor abból meglehet a 65 méter. Kerekes László tanítványai a jövő hét végén súlylökésben már rajthozálnak a nyíregyházi fedett pályás versenyen. A dobó Európa kupát március elején rendezik a Kanári-szigeteken. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor a nyíregyházi indulók a verseny előtt edzőtáborozni utaznak majd Spanyolországba. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Súlyos veszélyeztetésnek minősül, ha a szülő megtagadja a védőnővel házi orvossal való együttműködést. Ez a január 1-től életbe lépett gyermekvédelmi törvény leghangsúlyosabb változása. A jogszabály emellett egyértelművé teszi azt is, hogy kinek mi a feladata, ha veszélybe kerül egy gyermek. A baromfi húsa, a tojás és a friss tej mellett más a lakosságot érintő szolgáltatás áfa tartalma csökken. Januártól kevesebb adót kell fizetni az internet szolgáltatásért, az éttermi étkezésért, továbbá adómentessé váltak az óvodai és bölcsődei szolgáltatások, és kedvezményt kaptak az első házasok is. Az éves autópálya matricák száma több mint 18, a megyei matricák száma pedig csaknem 16%-kal nőtt tavaly. Az idei évre érvényesek a várakozáson felül fogynak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Országosan december 8-a óta lehet elővásárlással hozzájuk jutni. Az év végén már közel 76 ezer darab megyei matricát értékesítettek. A Kölcsei Televízió híradóját látták január 4-én szerdán. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket, addig is műsorainkért és további hírekért böngészszék honlapunkat. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap szeles időre számíthatunk. A ma átvonult hidegfront mögött észak felől erős szél kíséretében hideg, sarkvidéki eredetű levegő árasztja el a következő napokban térségünket. Éjszakára csökken a felhőzet, változóan felhős lesz az ég, csapadék nem valószínű. A nyugatira forduló szelet eleinte még élénk széllökések kísérik, majd az éjszaka második felére átmenetileg mérséklődik a légmozgás. Reggelre általában mínusz 5 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felhőátvonulások várhatók néhány órás napsütéssel. Hózápor előfordulhat, de számottevő havazás nem valószínű. A szél északira fordul és egyre több felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Délutánra mínusz 1 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás érezhető térségünkben. Pénteken, illetve szombaton a több órás napsütés ellenére napközben is mindenütt fagyos időre van kilátás. Délután is csupán mínusz 6, mínusz 11 fok valószínű. Hajnalonként sok helyen mínusz 10 fok alá, a szélvédett havas területeken mínusz 15 fok alá süllyed a hőmérséklet. Vasárnaptól mindenütt mérséklődik a szél, de ezzel együtt borongós időnk lesz és csapadékosabbra fordul az idő. Vasárnap és a jövő hét elején is több alkalommal várható havazás, hószálingózás. Beköszönt az igazi tél!